Sziasztok, elhoztam a fiúkat ziplinolni. Egyik fiú a pocakba, a másik fiú pedig mindjárt lecsúszik egy majdnem 2 kilométer hosszú kábel kötélpályán. Mi felmegyünk a felvonóval és ugyanazzal a lendülettel le is jövünk. Azt még tudod egyébként, hogy milyen magasról van? Hogy ott kb. 1400 méter magasról jön lefelé. Jaj, én izgulok. És te ma mire készülsz? Én? Kipróbálni Európa leghosszabb, leggyorsabb ziplineját. Kötélpálya, ami most így hirtelen tudod, hogy milyen hosszú? 1700 méter hosszú körülbelül. És mennyivel lehet lejönni? Hát súlytól függően olyan 100 plusz. 100 km per óra? Aha. Asszik. Hát körülbelül 2 percig tart ez a 1,7 km, úgyhogy meglátjuk. Hú, ez durva, és izgulsz? Nem. Hát én végre itt vagyunk, mert fél éve erre várok körülbelül. Ez most nyitott meg szombaton, ugye? Most szombaton nyitott meg, ma kedd van. Most nem kell várni, de hát órákat kell várni amúgy. Mert ez elég frekvent. Hétvégén biztos sokan mennek. Ja, azután. És mennyibe került a jegy, még azt mondjuk el? Kedvezménnyel 59 frank, amiben benne van egy felvonó, illetve egy lefele repülés. Amúgy drágább lett volna körülbelül olyan 78-80 frank így tuzánban. Jó, hát akkor menjünk, felmegyünk ezzel a felvonóval, és akkor én lejövök ugyanúgy felvonóval, te pedig lesik lesz. Lerövök. Aki fog előbb leérni. Hát szerintem. Na menjünk.
mondd el, hogy milyen érzés. Jó volt, jó volt. Kicsit másra számítottam. Gyorsabbra gondoltál? Picit gyorsabbra számítottam, de ez attól is függ, hogy milyen rollét kapok, hogy mennyire gyors ugye a súlytól függően. Ja, igen. De hát nagyon gyorsat nem adhatnak. Nyilván mindél nehezebb valaki, annál lassabb görgőket kap, minél könnyebb, annál gyorsabbat. Az volt a rossz kicsit, hogy végig háttal jöttem lefele. És de nem tudtál átfordulni? Hát, mert nem kapaszkodtam fölül, volt egy ilyen T-alakú kapaszkodó, és akkor félúton rájöttem, hogy ha elkezdem magam azzal tekerni, hogy az kb. Fix, az attól meg tudok fordulni, de igazából a kamerán látszik 360-ason lefele is. Majd ügyesen megszerkeszted. Na, jó van. De összességében megérte akkor, vagy? Persze, persze, mehetünk még egyet. Nagyon jó volt, tehát tényleg, mint a repülnél végig. Hátra is döltem kicsit. Elfeküdtem. Csak rossz volt, hogy nem lefele mentem. Az lett volna jó igazából, hogy belefeküdni, és lefele szállni is igazából. Jó, akkor ennyi, hogy drónozunk, és akkor drónozunk, megint shoppingolunk. Várok valakit.